Bátai Pántlik a zenekar muzsikája segített abban, hogy könnyen megtaláljuk magunkban a kiállításhoz illő hangulatot, és elkezdjük az időutazást. A tárlattal Kanizsai Dorottya nagyasszonyra, valamint a hosszú évszázadokon át megőrzött mesterségeket szorgalmasan művelő bátai asszonyokra szerettek volna emlékezni. Mór János Zoltánné szervező elmondta, a kiállítás azért kapta ezt a címet, mert a kendertől a pendeig egy munkafolyamatot ábrázol, ami a régi paraszti világba élők számára szinte a napi rutinhoz tartozott, és szerette volna érzékeltetni, hogy abban az időben gyakorlatilag mindent saját kezűleg készítettek el. Az elődeink nagyon-nagyon ügyes, okos emberek voltak. Paraszti gondolkodás, egy családot fenntartani, de egy fontos dolog. Ma már nagyon-nagyon kevés embernek sikerül ez. Lényeg az, hogy ők elvetették természetesen a magot, és akkor hát végül is az eszközökben lehet látni, ami ki van rakva, hogy ezt a kendert megművelték, és abból lett a fonál, amiből szőtték a gyönyörű pöndőket, bátaiasan mondva, terítőket, ilyesmit. Tehát minden, ami itt látható, az gyakorlatilag az elődeinknek a munkája, mert mi csak őrzők vagyunk. Mi erre nem vagyunk képesek, el kell, hogy mondjam, nem csak arra vagyunk képesek, hogy ezeket kincsekként kezeljük. Az ötlete már rég és régóta megfogalmazódott bennem, hiszen ezekkel a dolgokkal mindenben rendelkezem. Tehát az eszközöktől kezdve mindenre, és én gyerekkoromban emlékszem arra, hogy ezeket a dolgokat szőtték, készítették még akkor is, mikor én még gyerek voltam. Én átmenet vagyok. Tehát az én generációm, nem csak én, hanem az én generációm átmenet. Tehát mi még érűzzük a régi dolgokat, de már a gyerekeim, azok már ezeket nem tudhatják, ha nem meséltük el. Tehát van, aki nagy mesélő és elmesél, de én így talán így tudom magam kifejezni a képeken keresztül. Mór János Zoltánné fontosnak tartja, hogy megismertesse a régmúlt hagyományait a ma élő felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt. Reméli, többen követik majd a példáját, és ápolják, megbecsülik az elmúlt évszázadok hagyományait. Az egész kiállítás szívemből van, hiszen itt állunk édesapám, édesanyámnak a babája előtt, úgymond a ruháival, ez nagyon fontos. És nagyon reménykedek abba, talán végszó is lehet, hogy az utódaink éppen így teszik majd valaha. Ebben reménykedünk. Az a lényeg, hogy itt legyen, ezt a szellemet érezze, amit itt érezni lehetett ezen a napon, és reménykedünk benne, hogy egyszer majd az emlékeiből előhívja. A kiállítás fővédnöke Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt, aki személyesen nyitotta meg a tárlatot, és elmondta, hogy milyen történelmi jelentősége van Bátának, illetve a Sárköznek a Kárpát-medencében. Báta a Sárköznek az egyik kiemelkedő települése. A Sárköz amúgy is Magyarország, illetve a Kárpát-medencei magyarság néprajzi szempontból is egy fontos tájegysége, akárha a zenéjére gondolunk, a táncaira, a nagyon színes sárközi népviseletre, és arra az életre, amit elsősorban a Duna közelsége, a halászat határozott meg, illetve a mezőgazdaság az elmúlt évszázadokban. És csak úgy, mint a Sárköz, Bátának a lakossága is gyakorlatilag visszamegy a honfoglalásig, mivel ez a vizek miatt ez egy elzárt terület volt, ezért gyakorlatilag az a lakosság tudott megmaradni, akik annak idején a honfoglalás korában ide beköltöztek. Egyébként Báta besenyő telepítés volt, maga a Báta szó is török nyelven sarat jelent, úgyhogy mindenféleképpen a Sárközhöz kapcsolódik. 2013-14-től volt egy program, amelynek köszönhetően a kormány támogatásával 5 közfoglalkoztatottat tudtak alkalmazni, és így a munka igazából teljesebbé tudott válni, mint ahogy látjuk itt egy családi háznak, illetve két családi háznak az udvarán és az utcán rendezték be ezt a kiállítást. Ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, annál is inkább, mert így többen tudják megnézni, és sokkal otthonosabb ez a kiállítás. A falu még jobban magáinak érezheti ezeket a dolgokat, amiket itt lát, hiszen innen is gyűjtötték össze. A beszédekben elhangzott egy Gazda József idézet is, amely így kezdődik. Önmagunkat becsüljük meg azzal, ha nem feledkezünk meg elődeinkről, akiktől nem csak az életünket, de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk. Nem nagyon fontos az, hogy az emberek legyenek tisztában a múltjukkal. Nyilván azt szoktuk mondani, a múlt meghatározza a jelent, az meg a jövő, de ebben sok igazság van.
mert hogyha a saját kultúránkat nem ismerjük, akkor hogyan tudjuk megismerni más népeknek a kultúrája? Szerintem az az alapvető, hogy először a sajátunkkal legyünk tisztában, és akkor utána tekintsünk ki más felé. Most a járványhelyzetnek csúnya szóval köszönhetően egyre többet fedezünk fel Magyarország értékeiből. Látjuk azt, hogy milyen szép tájak vannak, milyen érdekes helyek vannak itthon is, sőt nem is kell nagyon messzire menni, akár csak a megyében is. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy nézelődjön saját kistérségében is, megyéjében is, fedezzük fel minél jobban közösen Magyarországot.